Hát voltak éppen nagyon furcsa történet előtt állunk, hogyha a következő vendégem történetét szemléljük, mert hát tanítja a művész generációkat, meg nem csak őket, és hát maga is művész, miközben arra jut a legkevesebb ideje. Földesi Margit színész, színházpedagógus. Színészszülők gyermekeként 7 évesen már filmben szerepelt. A 25. színház majd a Nemzeti Színház tagja lett. Közel 30 éve alapította a nevét viselő színjáték és drámastúdiót. Szinkron színészként ő volt Mézga Kriszta és Malacka hangja. Rendezéseit az IBS színpadon mutatja be. Balázs Béla díjas művész. Fia Márk, unokája Laura. Hát megpróbáltuk összefoglalni, az nem könnyű. Nem, és ő nagyjából stimmelt is. Na, az már valami. Én azt mondtam, hogy arra jött a legkevesebb időt, hogy színésznő legyél. Hát néha a saját rendezéseidbe beállsz, hogyha szükség soha van rád. Soha nem állok be a saját rendezéseimben. Nem láthattál olyat, amit én rendeztem, és játszottam benne. Nem? Elvi kérdés. Nem te rendezted, csak ti játszottátok? Úgy igen, olyan van. Nem igaz, mert én napról napra a srácokkal színpadon vagyok. Hol ilyen pici színpadon, hol nagyobb színpadon. De az elég? Nem, de hála jó Istennek azért a filmesek azért gyakrabban megtalálnak, tehát én dolgoztam mostanában, hát 1-2 évvel ezelőtt filmekben. Tehát azért mondom, hogy nem hót meg a színésznő, még valahol megvan. Ha valaki nincs teljesen képben, Földesi Margit az a színi tanoda, aki nem színi tanoda, hanem bizony. Drámapedagógia és minden más, és mellette egyébként lehet a gyerekből színész, hogyha nagyon tehetséges, mert el tudod indítani a pályán. De ez egy nagyon furcsa történet, mert te nem adsz oklevelet senkinek. Nálad nem végez senki semmit, hanem jár hozzád. Igen, van, aki 1 évig jár hozzám, van, aki 25-ig. Olyan is volt, a 30-ból, hogyha valaki 25-öt mellettem töltött, aztán egyszer csak már tanársegéd lett. Hogy pontos legyek, ez a kreativitás és személyiségfejlesztő drámastúdió, tehát a színház, a színjátszás eszközeivel próbálom én személyiségfejleszteni az ifjakat, mert én azt gondolom, hogy minden, ami történik a gyerekek és a fiatalok kezében van. Erre hogy találtál rá? Hát azért neked volt egy szépen menetelő pályád. Egy közepesen menetelő pályám volt, soha nem voltam elégedett, és nem vagyok jó alattvaló, sose voltam jó alattvaló. Tehát amikor olyan színházi világ volt nálunk, ahol a színész nem mindig volt munkatárs, hanem sokszor beosztott. Erre most is panaszkodnak. Én tudom. Akkor, hát akkor az nekem nem ment. Én nagyon dacos gyerek voltam, tehát meg vagyok felnőttnek is, tehát tudod, az anyag nem vészel, csak átalakul. Tehát az alaptermészetünk marad, nagyon nehezen voltam sorba állítható. Valószínűleg ezért is jövök ki jól a nehezen sorba állítható gyerekekkel. Azt egyszer egy interjútban olvastam, hogy mesélted, hogy az édesanyád mennyit küszködött veled, miközben a színházban töltötte az életét, igen. És téged is vonzolt magával sokszor a színházban. Igen, az jó volt. De hát a gyerek mennyi hülyeséget csinálja, már megint merre mászkál. Nem voltál könnyű? Nagyon-nagyon nehéz voltam. Borzasztó öntörvényű voltam, és kamaszkoromban mindig visszajár nekem a mondatom, amikor azt mondtam, hogy ne neveljetek, majd felnevelem saját magam. Ez egy nagyon nehéz út volt, de tulajdonképpen így történt. Meg kellett járni hozzá a hadak útját, hogy az ember megtalálja a saját útját, amerre menni neked kell. Neked volt más utad a színházon kívül? Lehetett volna? Soha. Fel sem merült soha? Nem, más utam lehetett volna, apám, Földesi Géza, ő színházrendező volt, és akkor még Nyugat-Németországban is. Tehát én választhattam volna országot magamnak. Tehát ott kellett nekem dönteni, hogy itt szeretnék élni Magyarországon, vagy pedig Németországban. Az édesanyját Komlós Uci döntése volt, hogy itt maradtatok, nem. 56-ban, vagy ott az már az volt, ő, nem, az vagy az már később tudtál nem, önmagad ő, is dönteni ő döntésük erről. Volt, hogy 56-ban mi itt maradtunk, apám ott állt egy mentőautóval a határon, hogy vigye a családot, de végül anyáik úgy döntöttek, hogy maradunk, valószínűleg ő is a szülei miatt. Tehát nagymamáik nem mentek volna el innen soha. Könnyű életnek gondolják, hogyha valakinek olyan nagy levő ősei, elődei vannak a színpadon, mint neked, ugye Komlós Vilmos, Komlós Uci, nem akár. Sokkal nehezebb. Hát ezt akartam kérdezni, aki viszont ezt próbálta, nyilván tudja, hogy hát állandóan van egy összehasonlítási hát nagyon alap. Nehéz bebizonyítani, hát éveken keresztül voltam én a Komlós Uci lánya. Nem volt nevem. Egyébként ez a témakör a mai napig engem borzasztóan foglalkoztat,
mások is vannak így, tehát most a tanítványaim között is vannak olyan fiatalok, akiknek ez problémát jelent. Részben, mert nagyon nehéz elérniük dolgokat anélkül, hogy ne gondolják, hogy valaki segít hátulról. Másrészt pedig, mert valamit nagyon-nagyon produkálni kell ahhoz, hogy a saját arcuk. Ráadásul hogy ne legyenek árnyék emberek. Az megoldás, ha nevet változtat az ember? Nem, az kiderül. Ha nem, mit kell tenni? Hát azt hiszem, hogy csinálni kell valamit, ki kell találni valamit. Nekem a stúdió volt az, amit én ki tudtam találni. Hozzáteszem, hogy véletlenek sorozata. Tehát amikor én elkezdtem, akkor az én kicsi fiam, imádott kicsi fiam volt 6 éves, akkor ment iskolába, és akkor én szembesültem azzal, hogy az osztályban milyen nehezen dolgozzák fel a gyerekeket, a kudarcukat, meg a sikerélmények. Mind a kettőt. Én szerintem a sikert nehezebb feldolgozni, mondom már ma. És akkor az osztálytársakkal elkezdtünk játszani. És akkor volt az, hogy GMK-k alakultak, és akkor csináltunk egy kedves barátommal, Révészi Valival, aki akkor óvónő volt, egy GMK-t. És soha többet nem volt. Egyszer volt a esti hírlapba hirdetve, aztán soha többé. Aztán olyan lett, mint szájhagyó mány útján terjed meg mind a vírus. Sőt, hát sorállás van, legalábbis mondják. Fenyő Iván, Galusz Niki, Litkai Gergő, Tompos Kátya, hosszan lehet sorolni. Nagyon nem szeretnék senkit kihagyni, rengetegen vannak. Ők színésszé lettek nálad, vagy egy irányt adtál nekik? Én egy előszoba vagyok. Egy előszoba vagyok, én reménykedem és szeretném hinni azt, hogy morálisan is. Tehát egyféle szemléletet szeretnék mutatni. A vizsgaelőadásokban sem az a lényeg, hogy egy amatőr társulat milyen produkciókat hoz létre, hanem hogy megtanuljunk együtt dolgozni egy közösségben, alkotni, színházat csinálni, hogy ne csak ránézzünk egymásra, hanem bele, hogy megpróbáljunk gondolkodni, hogy megpróbáljunk üzeneteket közvetíteni. Nálam ez az üzenet meg a miért, ez az én két kulcs szó, ami engem is foglalkoztat, és a gyerekeknek is megpróbálom átadni. Gyerekszínésznek képezni lehet valakit? Én ezt a szót nagyon nem szeretem. Nagyon nem szeretem. Én azt gondolom, hogy vannak gyerekek, akiknek jót tesz, mert ad egyfajta önbizalmat. De a gyerekszínészet intézménye szerintem egy nem létező dolog. Egy gyereknek a játszótér kell, a barátai kellenek, és belekóstolni lehet, meg kíváncsiskodni lehet, hiszen egy tudást ad. De amikor valaki ilyen masnival, hajával idomított kis valaki lesz, aki elhiszi magáról, hogy ő egy színész, az nagyon szomorú. És általában a végeredmény, az én véleményemet szokta igazolni, hogy ott nem igen teljesedik be a pálya. A te pályád így lett teljes ezzel? Tehát egyfajta színészi beteljesületlenség az, amitől ez ennyire fontos lett az életedben, vagy egyszerűen csak rád talált és szerelem lett? Mind a kettőben igazad van, rátalált szerelem lett, és én akkor vagyok boldog, hogyha játszhatok. Én egy alapvetően játékos ember vagyok a szó szoros értelmében is, kezdve a kártyajátéktól a Scrabble-ig, tehát a színpadi játéktól a félkarú banditáig. Én szeretek játszani. De a színpadi játék az nekem a mindennapjaimban benne van. A helyzetgyakorlatokban, a jelenetekben. Tehát ha én taníthatok, játszhatok, és rendezhetek, ezt is félve mondom, nem szeretem a szereptévesztőket, én nem gondolom magam rendezőnek. Pedagógusnak se gondolom magam, én színésznek gondolom magam, mindent abból csinálok, illetve próbálok. Tehát akkor teljes, akkor kerek ez a dolog, hogyha én mind a háromban kiélhetem azokat a dolgokat, amiket szeretek. A szinkron volt az nagyon sokáig, ami a főszerepet játszhatta az életedben, a szakmai... Nagy szeretettel gondolok vissza rá, és rengeteget tanultam belőle. Nagyon-nagyon sokat. Az egy élethelyzet volt, amikor nekem a színházi pályám nem úgy teljesedett be, ahogyan én szerettem volna, és amikor jött a kicsi gyerekem, tehát amikor nem szerettem volna este előadásokra bejárni, és délpróbákra, mert gyerekkel akartam lenni, és akkor én tényleg rengeteget szinkronizáltam. De azt mondják, hogy ezt te hagytad abba. Tehát, hogy igazán nem akartad te ezt egy idő után. Ez így igaz, mert nem voltam, nem tudtam napra készen rendelkezésre állni, mert akkor egyre többet tanítottam már, egyre több más elfoglaltságom lett, és egy kicsit megváltozott a szinkronizálás. A digitalizációval? Így van.
Nem tekercsekre dolgoztok? Nem csak a tekercsek. Régen megnéztük egybe a filmet, izgalmas volt. A szinkronizálás egy reprodukció, amit egy nagyon magas színvonalon lehet űzni, és nagyon sok kollega rendkívül jól csinálja, és sok nagyon tehetséges szinkronrendező van. De megváltozott a fülhallgatóval, megváltozott a digitalizálással. Az a feelingje, amit én szerettem benne, hogy rengeteget lehetett tanulni a vászon lévő színésztől, és a hátulülő rendezőtől, mint akár Hazai Gyuri Veszteljétől, mondhatni neveket, csak itt sem szeretnék senkit kihagyni, az egy óriási dolog volt. Ott volt egy hangulat, ahogyan mi összetalálkoztunk mindig a Pannónia filmstúdiónak a büféjében, és ott végig beszélte az egész szakma az életét. Már az is hol van, az a büfé. Hát messze. Azt nézegettem, hogy jó néhány tanítványod önéletrajzában nem szerepel a te jó néhány éved, amit velük töltöttél. Igen, az hogyan van? Nézd, ez megint olyan dolog, hogy vannak nem is jó hűségről, hűtlességről beszélni, meg köszönömről, meg nem köszönöm. Nekem ez a dolgom, én nem várok érte se köszönetet. Na de elegánsabb dolog azt állítani, hogy igen, és akkor én úgy döntöttem, hogy leérettségizek, és így érzi, bementem a főiskolára. Van, aki úgy érzi. De én ezért nem haragszom. Ez nem az rossz ő érzés? Élete. Bizonyos emberek esetében igen. Nem szeretek ilyet mondani, hogy vannak, akiket tényleg nagyon komolyan elindítottam én ezen a pályán. De ez nem baj. Pillanatokra tud rosszul esni, aztán rájövök arra, de nyilván bárki, aki tanít, rájön arra, hogy ez ilyen dolog. Hogy egyszer csak szakad, egyszer csak tovább lép. Van, aki mondja, van, aki nem mondja. Én ez függetlenül mindannyiukra nagyon büszke vagyok. Te mit tudsz adni a gyerekeknek? Magamból egy kicsit. Én azt hiszem, hogy minden ilyen stúdió, iskola, és nagyon sok jó van az enyémen kívül is. A tanár személyiségét viseli magán. Tehát valahol viszi. Milliószor jönnek, amikor beülnek oda mi hozzánk, és kérdezik, hogy nem félek-e, mert jegyzetelnek, hogy ellopnak valamit. Engem nem lehet el. Tehát az embert, aki ott áll, nem lehet ellopni. És te mit kapsz tőlük, ami ott tart ebben a világban? Rengeteget. Egyre inkább azon kapom magam, és akkor meg fogod érteni, hogy én mit kapok, hogy sokkal nehezebben boldogulok a saját korosztályommal. Ez a 0-24-ben fiatalok között vagyok. Pici fiatalok között, egészen fiatalok között, nagy, sőt, most már felnőtt csoportom is van, de azok gyereklelkű felnőttek. Én tőlük rengeteg visszaigazolást kapok, rengeteg szeretetet kapok, rengeteg önbizalmat kapok, és rengeteg megértést kapok, és rengeteg visszajelzést kapok. Hogy az, amit én gondolok a világról, az nem egy pusztába kiáltott szó. Tehát, hogy az emberekre hatnak azok a gondolatok, amikről mi elbeszélgetünk. Na most biztos sokan kinevetnének engem, de én egy örök optimista vagyok, és szeretem az embereket. És ebből próbálok adni, kapok is vissza jelzéseket, hogy lehet szeretni az embereket. Lehet, hogy ilyen egyszer. Hát ennek jegyében búcsúzunk el ma estére egymástól, hogy ilyen érzéseik legyenek önöknek is, mint Földesi Margitnak, akit jó volt hallgatni most is. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Én is köszönöm. Sok-sok jó tanítványt kívánok köszönöm neked, hűséges jó tanítványt. Önöknek pedig szép estét, jó éjszakát, a Facebookon megtalálnak minket, hát ezt már úgy is tudják, és egy hét múlva újra jövünk ezzel a műsorral. Jó éjszakát! We'll be right back.